Sziasztok! A leírásban van egy link egy kérdőívhez, amit ha kitöltötök, akkor sokat segítenétek nekem, szóval előre is köszönet azoknak, akik ezt megteszik. Sziasztok! Ebben a videóban megnézzük, hogy milyen kirakós kalandpályákat küldtetek, pontosabban egy részét. Röviden arról van szó, hogy egy-két hete felraktam egy videót, amiben egy pályára leraktam pár véletlenszerű építményt, azzal a céllal, hogy ti majd ezt felhasználjátok egy kalandpályába, beküldítek, én pedig majd megnézem videóban. 2 hét volt a határidő, ezen idő alatt 29 pálya érkezett, és úgy döntöttem, hogy ezt ilyen ötös csomagolásban fogom kipróbálni. Ha nem tudod, hogy miről van szó, illetve ha nem látod a videót, akkor mindenképpen nézd meg ezelőtt, úgy van szerintem értelme, hogy tudod, milyen elemekre kell számítani. A linkben ott van a leírás, nem. A leírásban ott van a link, kattints rá, vagy kérd meg anyucit, hogy kattintson neked oda. Az első pályát GeoDB készítette, és katonasság a címe. Azt mondja, ilyen a kezdőszava, üdvözlet, történet, készítette plusz szabályok, üdvözlet. Csabosa, üdvözlök a katonasság című pályámon. Szabályok. Készítette GeoDB szabályok, játsz kalandmódban, ne csalj, mindenben van állítva. Jó. Történet. Csabusa, te egy katona vagy, aki megevett egy piros csigát. Pedig köztudod, hogy a piros csigát ragasztó készítéshez használják, és erősen mérgező. Eddig jó. Ezért elindulsz az admirálishoz jelenteni. Hűha. És most hol vagyok egyébként? Érdekes hely. Itt lakom, vagy mi? Vagy ez a katonaság? Lift. Ő, ez nagyon gyors lift. De ő lenne az admirális. Nem erre vannak a piros csigák. De mi az, hogy nem erre vannak a piros csigák? Most arról volt, hogy jelentek neki. Na jó. Gyengékedő, menj a gyengékedőre. Egy piros gomb. Vagy mit csinálhat? Hú, hát ha piros csigát. Azt mondja, úszoda öltöző, úszoda gyengékedő. Iha. Hajós kiképzés. És most mi van ez a csigás dologgal? Vagy át kell menni a kiképzésen? Ha jóval menj. Az, hogy a gyengékedőbe kerüljek. Elakadtam. Jó, most már visszafelé halad a hajó, szóval megbuktam. Lift. És tényleg át kell menni rajta, hogy gyengékedőbe juthassak. És ugor ki a tetőn. Na. Gratulálok, meggyógyultál. Menj, segíts a kapitánynak. Attól meggyógyultam, hogy kiugrottam a tetőn. És itt kiugrok. Ha-ha-ha. Lezárt terület. Pingvin kapitány. Üdvözöllek, katona. Hozzá nekem egy számszeríjat. Ha meghoztad, tedd bele a ládába, és adok egy kulcsot. Számszerí. Ó, és ezért küldött engem. Ezek gondolom lelöknek a lávába. Ha, nem is bántanak. Azt mondja, ha-ha. Szemszeri. Ez biztos egy csapda. Tessék. Ja. Kaptam is kulcsot, de így nem tudok tovább menni. Nem állítottam be, hogy lerakhassam vasblokkra. Hát kénytelen leszek az ősi módszerrel. És itt a fa. Menj le. Labirintus. Labirintus. Jó, de
izgalmas kaland. Ó, oh, sikerült. Gépház lépsz, fordulj meg, beszélj vele. Itt vannak a command blokkok. Azt mondja Rebecca, szia, leállt a rendszer, segíteni újraindítani? Ha igen, irány a gépház. És ha nem? Húzd meg a jó kart. Itt is nagyon sötét van. Figyelmeztetés. Elektromosság. Hopp, hopp. Ez indulás a háborúba. Ez nagyon gyors, össze-vissza dobál a pálya, hirtelen jönnek ilyen részek, amiknek nem sok közük van egymáshoz. Szállj fel helikopterre. Ott a vége. Ez a helikopter egész érdekes volt. És itt vannak a fák. Készítette GeoDB. A vége, egy köszönet. Csabusa, köszönöm, hogy végigjátszottad a pályát, remélem tetszett. Csabusa, megnyertétek a háborút, és mindenkinek segítettél, ráadásul te is meggyógyultál, gratulálok. Igen, felhasználta az elemeket, helyenként poén is volt, de egyébként nagyon kaotikus volt a pálya. Következő. A következő pályát nem tudom, ki készítette, nem írt nevet, és az a cím, hogy mi van. Hát... tényleg olyan érzésem, hogy most mi van. Azt mondja nekem a torta. Szava tesó, felébredtél? Jó volt a tegnap este az admirálissal, nem? Igen, ez a pálya kb. Úgy néz ki, mint amilyen építményeket csináltam, ami tökéletlenszerű. Azt mondja az elme. Szervusz Csabusa, ha engem követsz, megtudhatod, mi folyik itt. Biztos begombáztam. Ja, most már kövessem. Ő az admirális. Nem erre vannak a piros csigák. Mario meg Batman beszélget. Itt egy számszerű. Ott van. Jó, hát tényleg szó szerint csak úgy véletlenszerűen lerakta. Mármint, hogy nem lerakta, hanem... Azt mondja a Rose már. Igen, én tudom, mi történt. Látod fönt azt a repülőgyémánt, bigyócskát. Azt tehet mindenről. Ő ette meg az értelmes részét az elmédnek. Azt mondja, Rozmár, illetve Rázmár Pista. Az üvegdolog propeller, az üvegdolog propeller megmenthet téged ez alól. Üsd ki a kék blokkot. Hú, beszívott kutya. Szürke ruhás csávó. A reston fák erejével fenntartom ezeket a fatörzseket. Itt is van valami. Hú, tudok ugrani. Ezt tök jó meleket intottam. Reston fákja fej. Történt valami. Ja itt. Oho, azt hitt, hogy belállok a lyukba. De így meghalok. Na jó. De most ugyanott vagyok, nem történt semmi. Nem mondanak mást. Ott ezeken még vannak gombok. Nincsenek valami. Elektromosság. Elektromos... Blá. Jó, hát ez tényleg rövid pálya volt, a készítő írta, hogy rövid, és nagyon kaotikus, végül is passzol ahhoz, amit én csináltam, de azért remélem nem mindegyik ilyen lesz, egyszer még poén. A következő pályát nem tudom, ki csinálta, nem írt nevet, az e-mailben lévőt nem szívesen olvasom fel, de szerintem ki lesz írva a pályán, és ez a címe, hogy Káposzta robotja, érdekesen hangzik. Eddig azért, hogy mondjam, egy kicsit csúnyán nézek, mert a pályán kívül voltam kreatív, úgyhogy nekem kellett megtalálni ezt a helyet. Lássuk a krediteket. Készítette Rexter, remélem legközelebb figyel a kezdőhelyre. Egyes elemek, Csabusa. Hát igen, Csabusa, szabályok. Ha a pályán bármilyen hibát észlelsz, ne használd ki.
túlélő módban játsz, ezt tetszik, hogy ott van beállítás. És kreatívba rakod be. Elírta a parancsot. Hát ezt nehéz nem kihasználni. Na jó, majd beírom. Ne is ki rak le blokkot, csak a feladat kéri, békés módban játsz. Ezt is beállíthatjuk. Történet. Azt mondja, sok képességed van, és csak úgy létezel. Kezdés. Puff, bele a falba. Jaha, megint a pályán kívül vagyok. Júj, és most tudok ugrani. Hú, ez tök érdekes, mint egy rejtvény. Igen, azt mondja, nem nyert. A másik lyukat kell találni. Az. Nem nyert. nem megy még a kanyarodba ugrás. Meddig van ez effekt? 8 másodpercig! Nem nyert. Jaj! És pont lejárt. Hú! Megtaláltad. Yeah! Természetesen pont utolsóra. Azt mondja a feladat, le akarod győzni Káposztát, miért akarnám? Ezért elmész fegyverért, beszélj Steve-vel, a boltossal további információkért. Jó. Nem tudom, mi volt az előbbi rész. Beszélgetés. Azt mondja, nekem Steve a boltos. Üdv, hallottam, le akarod Káposztát győzni. De gyorsan terjednek itt a hírek, még én sem tudtam róla. Ahhoz kell egy jó fegyver. Abban a ládában megtalálod, ingyen van, annyit vegyél, amennyit csak kell. Hát ez így, ez a bolt, ez így nagyon hamar csődbe fog menni. És tényleg itt van a láda. Júj, júj. Micsoda? Azok csak botok. ja, hogy átvert. Cseles. Kitörhette szét, majd elkapom. Kárpotlásról itt van egy íj, ez legalább olyan jó, mint a számszerű volt. Addig is elveszem ezt a ládát. Kárpotlás, 99% akció, legalább olyan jó, mint egy számszerű. Ez egy nagyon poén a pálya. És akkor most nem tudok menni erre. De a lőszert azt nem kaptam. Beszélgetés, ez a hasát nyom meg. Na hát káposzta. Vagy mi káposzta? Töki. Ne nyomkodd az orrom. Úristen, Töki admirális lett. Hoppá! Azért van ilyen nagy fehér sapkája. Ja, az nem is rajta van, jó. Azt mondja, nem erre vannak a piros csigák. Akarom mondani, üdv. Az én nevem Töki. Én egy admirális vagyok, és tudom, hogy le akarod győzni Káposztát, de figyelmeztetlek, ő nem káposzta. Hát mi, saláta? Akit te hiszel Káposztának, az egy robotmása, úgyhogy nem éri meg harcolni vele. Volt nekem egy fegyverem, azzal egy lövés és meghal. Csak egy gomb van rajta, úgyhogy egyből élesben megy, mert ott van Töki robotja is. Csak egy teleportálással tudlak odajuttatni, úgyhogy ha készen állsz, nyom meg a teleport gombot. Biztos ez az. És igen, és megint lyuk. Jöjj. Hú, ez igen. Látványos. Ah, itt van az üveg. Az én beszélgetés. Ez meg ki? Mr. Hiba. Ki vagy te? Hogy kerültél ide, hibátlan karakter? Töki admirális teleportált ide, engem pedig azt mondta elvisz a fegyveréhez, hogy legyőzhessem Káposzta robotját. Biztos az áram lehet a probléma, már csak egyszer tudok teleportálni, mert elromlott valami. Lehetséges, hogy a kábel romlott el, úgyhogy adok új kábelt, hogy a régit kicseréld. Irányítani foglak, nehogy elronts valamit, sok szerencsét. Elektromosság deaktiválása, transformátor, itt vannak a létrák. Gyapjuk. Hát szerintem ki kéne ütnem ezt és helyre rakni a gyapjút. Elektromosság kikapcsolva. Azt mondja, a ládában találsz egy új vezetőt, mert kiégett a régi. Kikapcsoltad az áramot, ezért hangüzenet van csak. Amint kicserélted, azonnal a végső arénában találod magadat Káposzta robotjával szemben. Káposzta robotjának egy nap kell, mire elindul, úgyhogy csak lőj bele.
És ezen a robot? Durrantó. Hogy ez egy ágyú. Hát nem sok esélye van szegénynek. Oh, kár, hogy nem láttam. Köszönöm, hogy végigvitted a pályámat, nyugodtan más kreatívba, vagy néző módba is néz körül. Hm, ezt tetszik, ötletesen meg volt csinálva, olyan vicces volt a pálya. Nem sok értelme volt a történetnek, de poénos volt. Tök jó megoldotta, tök jó beleépítette ezeket az elemeket, ügyesen felhasználta. Következő. Nézzük a mai utolsó pályát, úgy döntöttem csak 4 lesz, de hát ki mondta, hogy 5 lesz. És úgy döntöttem, hogy ezt ilyen 5-ös csomagolásban fogom kipróbálni. Nem tudom, ki küldte, nem írt nevet, de biztos ki lesz írva a pályán. A címe Csaberusz mapja. Lássuk, forduljak meg. Itt van egy kezdés. Az oroszlánoknak egy verem jár, nem spawn szoba. Hát, köszi. Azt mondja kezdés. Sajnos csak per se tudtam megoldani ezeket, nagyon sajnálom. Pedig csináltam már tutoriált. Terrorról. Szabályok a szokásosak, teleportálás 3. Hoppá. Most vagy nem csinálta végig a visszaszámlás, vagy ez lesz a poén, hogy valami bugon a pályán. Jó, ő is egy nagy terepet csinált, mint egy játszótér. Csak nem az admirális. Csaberusz kapitány irány a tank. De hogy... milyen tank? Az? Azt mondja, medence. Azt hittem bélt. Úristen. Megnézem, milyen az alján. Szíves. Ez tényleg szíves. Ja, hogy ott levegő volt. Hát akkor nem annyira szíves. Azt mondja, amúgy ez egy ágyú, és a semmi belül, de mindegy. De hát neki is az ágyú jutott eszébe erről a... valamiről. Csak egy ágyú golyó. Inkább ágyú kocka. Ez meg mi? Lezant helikopter, csak saját felelősségre, azért maradt meg a szárnya, mert Csabusa kovácsolta üvegből. Kialudtak a lángok, nem tudom miért, de kialudtak. Azt mondja, a lebegő farönkök csordája, alapterv Csaberusz. Menni fog ez. Azt mondja, csak mert megérdemled. Köszi. Ágyú után. Patrik kardja, tip, ne fuss el vele, nem érdem, nem kellemes, na, a karakternek, tényleg is innen alatt való. Tű. Ha mindenféle enchantot rakott le, és van rajta speed is, jó, akkor nem futok. Megnyomom a köveket. Miért másztáloltál fel? Bértó! Bértó! Ez jó. Innen hallom, hogy bérbárányok vannak alatta. Nem, kecskék. Bárányok öltözött kecskék. Hasznos, haszontalan. Frank. Semmi. János. Azt mondja, odaugorj fel, és akkor üzletelhetsz a falusival azért, honol ez itt, mert te ide raktad. Ezt nyomjam meg. Gyügyügyügy. Egy command lock, és egy gomb. Azt mondja, Frank a gombért ad nekem répát, répáért almát, almáért csákán, de csákányért lemezt. Igen, ő pedig János a répáját kardot, a command lockért répát. Még egy gyémet kardom van.
És a haszontalan is megvolt. Gombok! Gondolom hiába nyomogatom őket. És ezt... Első gomb... Micsoda? Ne erőszakolj meg, öreg gomb, fiatalok! Második gomb, illetve gomb kettő... Ne erőszakold meg a feleségem! Jó ég, mi a halál? Tedd ide a CD-t... A fekete töretlen kell. Ja. Ó, de vicces. Nem is olyan vészes, jó gyors vagyok. Hopp, ezt a részem láttam. Ha nem vetted észre, hogy van hátizsákom, akkor nyald meg a lábujjat, de észrevettem. Itt van a számszerű. Még egy számszerű darab. És még egy számszerű darab. Fakat néztem, ugye? Mák fák csordája. Elektromosság. Jó, hát ez is ilyen véletlenszerűen... Hát jó, oké, hogy a... Hogy én is véletlenszerű blokkokat raktam le, de egy fokkal igen viccesebb lett volna ezeket, vagy egy történetre fűzi. Nem csak így poénokat csinál belőle. Hát akkor ezzel a kellemes zenével búcsúzom, a kézikönyv óvjon.